Nos, helló srácok, ismét is itt vagyunk. Most már kettesben kutyámmal tegnap sikerült megszerezni. Meglepő módon most, mikor elindítottam a játékot és visszatöltöttem a korábbi mentést, akkor rá is kérdezett, hogy én engedélyezem-e a co-op társ becsatlakozását. Hát most én ezt nem engedélyeztem, mert mivel sajnos nincs most jelenleg olyan barátom, aki ezzel játszik, és idegennel meg nem szeretnék, ezért így lesz a legegyszerűbb. Kicsit összegezzük akkor gyorsan a tegnap történteket, vagy amire eddig rájöttünk, ugye sikerült megszerezni ezt a jó fej kutyát. Hát először is vannak ugye nekünk barátok, vagy legalábbis ilyen segítők. Random találkozhatunk különböző helyeken ilyen megmentendő emberekkel, nem mindegyiket, de némelyiket, ha megmentjük, akkor fel tudjuk fogadni. Feltételezem, ebből sokféle lesz, de hármat tudok megjegyezni, úgymond, és időnként előhívni. Egyszerre összesen kettő aktív társam lehet, nekem szerintem itt standard lesz az egyik a kutya. Ugye itt van ez a 9 darab ilyen unique cucc, egység, akiknek már ott látszik, hogy alapból mind a két speciál képesség elérhető és igénybe vehető, míg ezeknek az ilyen kis random emberkéknek ez ugye lényegesen gagyibbak is szerintem, illetve 5 killnél nyílik ki az első, és 12 killnél nyílik ki a második. Ez a Szergely már jött velem egy darabig, és 5-öt már legyakott, és ezért már ez ki van nála nyitva. Viszont ugye ez pedig csak nemrég találkoztam, beszéltem vele, nem fogadtam föl még egy percre se, úgyhogy ennél nincs semmi. Kutya az jó fej, ennek az a skillje, vagy az egyik, hogy a közeli ellenségeket megmutatja. Ez például nekem azért jött jól, mikor az erdőbe kommandoztam, és láttam ilyen vadállatokat, hogy le tudtam őket szedni, és tudtam egy kicsit őket nyúzni, és néha szerez nekünk fegyvert is. Ami még fontos, egy picit ugye gyakoroltam, vagy játszottam azért felvétel nélkül is, nekiálltam horgászni egy keveset. Hát nem egy túlzottan érdekfeszítő játék, igazából ilyen minigame-nek mondható mondjuk, és pénzt lehet vele szerezni. 300-ért vettem egy horgászbotot, okosan pedig itt lehet, hogy lehetett volna felvenni. És a lényege annyi, hogy amit én halat eddig tudtam fogni, ugye eleve ilyen állakkal ilyen challenge-eket mondjuk úgy, tehát hogyha befogok X halat, meg ebből egyet, meg abból egyet, stb. Lehet érte skill point vagy perk, és el lehet őket adni pénzért, azt hiszem 100 volt egy hal éppen ott ugrál. Kb. Annyi bedobjuk, hú, elmegy a kutya és elkapja, az mekkora király lenne. Olyat nem lehet? Fogjál halat. Nem tudsz halat fogni? Igen, ez jó pofa, tehát célzunk, G-vel az egyik karaktert, H-val a másik karaktert irányítjuk, ha nyilván csak egy pontra nyomunk, akkor oda megy, hogyha nyomva tartjuk hosszan, akkor elkezd minket követni, tehát elfelejti ezt a pontot, amit megadtunk neki, és ugye nyilván, ha meg célpontra mutatunk rá majd, és akkor nyomjuk meg ezt az utasítás gombot, akkor szépen megzabálja, letámadja, stb. Jó, egyébként meg ugye a küldetéseket itt ott kapunk, vannak főküldetések, nyilván ennek én még nagyon az elején vagyok. Ezek jó pofák lesznek, erre kíváncsi ezek, amikor medvénk, meg pumánk lesz, meg ilyenek, mert ezek a fickók, ezek vegyesek, mondjuk ez a zöld ilyesz, ez nekem szimpi lesz, de hát majd megnézzük, hogy mik a képességeik, és akkor én kb. Egyelőre csak ennyit vettem fel, ugye nem volt túl sok skill pontom, de most már van 5 király, na, még egy kicsit gyakoroltam, akkor majd még valamit fölveszünk, például a kutyát ezzel lehet tápolni, gyorsabban visszajön a sérült, hát nem lesz sérült, mert megvédjük. Hú, igen, viszont ezek drágák, tehát ez már 4 pontba kerül, és itt ilyen izmosabbak, tehát valahol láttam olyat, hogy többet tudjak vinni valamiből. Ezek már ilyen kicsit beteg, ilyen 4, 9, 8 ilyesmi árakba kerültek. Úgyhogy... Jó, ezzel nem akarom húzni az időt, majd akkor azokat kiválasztom úgy, amikor nem csinálok felvételt. És akkor ugye vannak ilyen shopok, ezt is mondjuk shopnak nevezzük, ez elég érdekes, itt ugye tudok venni, meg eladni cuccokat, illetve van olyan árus, az a zöld, azt nem szabad lelőni, az egy árus emberke, az mondjuk kicsit hitelesebb, hogyha valaki ilyen árus ad nekünk cuccokat. Na nézzük, hogy merre, hova tovább. Ezt megcsináltuk? Ez a 3 csillagos, ez nehéznek minősül, vagy könnyűnek minősül? Vagy ez rewards? Ezek a jutalmak? Hát, és ez is küldetés? Nem tudom mi, de mindegy, jöjjünk oda, most azon a legközelebb. Jaj, na például ez az bejelölte ugye a ez miatt egy nyúl. Bejelölte a kutya,
Nem, ez egy őz lesz, és ráküldjük az őzre. És elkapja? Az azért poén lenne, hogy nem kéne lőszert fogyasztanom, és ezeket tudnám lootolni. Remélem nem egy pumára küldtem rá. Jó, nyugodjál meg, nem orogj el. Elkapta, vagy nem kapta el? Loot. Elkapta. Na, ez mekkora poén. Na, tehát ez például tök poén. Erre most jöttem rá, most csináltam. Ezt most visszahívjuk, mert itt egy kicsit sokan vannak. Öreg, nyugi, jó? Elvileg a társak azt csinálják, hogyha nem leplezzük le magunkat, addig igyekeznek ők sem leleplezni magukat. Tehát mondjuk azért ez gondolom elvárható, ott valakit bántanak megint. Szóval a lényeg az, hogy ez tök jó. Rá tudjuk küldeni a vadállatokra, és lekapja nekünk őket, nem kell lőszert fogyasztani. Ez a kutya, ez nagyon poén, ez szimpi. Szereztem ugye tegnap ezt a jó pofa íjat, ami egyfajta sniper gunként funkcionál nekem, mert én szeretek így csendes duhajkodni, és megpróbálom magam nem leleplezni, ameddig csak lehet. Ez általában nem túl sokáig szokott tartani. Főleg így. Aj, de tehetséges vagyok. Nem áll! Ügyes vagyok, nem jó gombot nyomok. Kutyát ráküldtük arra. Na, le is lőtték? Nagyon béna vagyok megint. Miért vagyok mindig ilyen béna? És most mi van szegény kutyámmal? Ne bántsátok, mert mérges leszek. Hagyd békén, ne bántsd a tuszt. Jaj, megint olyan nem elkezdtem orvoskodni. Jaj, ez az elit, vagy kicsoda? Arhadt életbe. Ez most micsoda? Itt megnyomom a C-t, és akkor... És akkor mi történik? Magamhoz térek? Kutya megnyalja az arcom, és... Jaj. Ez most komoly. Kutya meg tud gyógyítani. Mekkora király. De most ez mi? Halhatatlan? Passzus kulcs, előről, hátulról, nincs izém? Nincs csomagom, medikítem. Ne bánj a kutyám! Kulcs. Ez tök jó ez a kutya. Ez nagyon tápos. Komolyan jobban játszik, mint én. Hú, ez nagyon meleg volt, hogy leszettek. Jaj, belelőttek a sérültbe. Passzus! Ez necces volt. Ez az utolsó másodpercben volt kb. Hello, öreg. Végül is föl lehet. Hát nem sokon múlt előre. Sőt, nem rajtam múlt el. Kutya nem nyal pofának, ha nem jövök vissza az életbe. Persze tudjuk, mindenki egy köcsög. All I know is we got people to protect. I know how to get back at the cult. But if we're gonna do it right, we need the Death Wish. That's my truck. Problem is, it's sitting in a garage that's been overrun by those fucks. Most a kutya gyűjtöget, hogy mik ezek a kattogó hangok? Lootol helyettem? I'll make sure the folks here are safe. I'll meet you there and we'll go on a rampage against those asswipes. Vagy nem tudom, mit csinál. Ezek itt adagatják a küldetéseket közben. Bocs, öreg, hogy ilyen béna voltam. Mégis túlélted, az a lényeg. Na. Hát ez izgalmas szitu volt. Nyilvesszőim, azok nincsenek a toppon, az a baj, és soha nincsenek a toppon, pedig azt tök szeretem. Minden fullal van, köszönjük. Itt még van valami? Ez tök cuki ez a kutya. Meg lehet simizni a fejét. Köszönjük, hogy megmentetted az életem. És ez mi? Ja, azt jelöltük ki az előbb. Ennél közelebb ízért nem tudtál volna mondani, öreg, valami küldetést? Most szeretnénk kérni nyilvesszőt és medikitet. Mert rotyarák vagyok, és így nem fogom túlélni. Jaj, de jó, ismét felfedezünk úgy. Ja igen, ez is jó pofa, hogy térképet találunk, akkor az upgrade-eli a tudásunkat, mármint a... Hopp, itt eltűnt a gép meg a monitor. Ja, a gép az ott van. És monitor, az nincs.
Szóval, hogy frissíti a térkép ismeretünket, és aztán viszont el lehet adni. Ó, Far Cry Arcade. Ez nem tudom pontosan micsoda, ezt láttam a menübe is, meg ugye a neten is, hogy van ilyen. Hát ezt most nincs kedvem elkezdeni, majd megnézzük később. Közben kivilágosodott? Az előbb még egy kicsit sötét volt. Kutyú, miért morogsz? Találtál valamit? Frankó, hogy minden járgányból az idióta zene szól. Be lehet ide szállni? Nem, csak kinyitom, becsukom. Na jó, akkor ez most minek minősül? Ezt itt felszámoltuk? Úgy értékeljük? Ó, helikopter! De jó, menjünk, zuhanjunk le. Ez egy egész komoly kis kolónia itt. Itt, mint a csillagokban valami. Ez egyfolytában morog ez a kutya. De figyelj, ha mindig ez van, hogy találsz valamit, és én hoppá, téged foglak követni. Na, ezért ez rohadt nagy segítség. Most ezek itt, jó, most már dumálnak, hallom, de azért nem esélytelen, hogy fú, beléjük rohantam volna. De nem morog, mert azt meghallják, Géza. Hogy hívják egyébként ezt a kutyát? Az mi? Az is egy ember. Mit csinál, húz valakit? Tényleg nézzük meg, hogy hívják, mert elfelejtettem. Hol a neved? Boomer. Aha, Boomer. Igen. Jó. Ott annak segíteni kéne, úgy látom. De akkor ezek észre fognak venni. Na, ez király, mivel kezdjük? Bokron át tudunk lőni szerencsére, de itt viszont valami akadályoz, mert ugye nem lett piros a izé. Oké, királyság. És vissza tudom venni nyilvesszőket? Mert nagyon kéne, nagyon kéne, nagyon kéne. Ez az, visszavettem, még többet is. Ilyen messzire nem lő el. Kérem, ne bánzsa, légy szíves. Ez nagyon frankó ez a kutya. Take, mi take? Pet. Úgy, találtál valamit? Gépfegyver. Vagy miért kaparászol itt? Nem akarok gépfegyverre cserélni. Ja, itt elvanás vagy gépfegyver, vagy mi? Beszéljünk a nénivel. Hello, Lara Croft. Load up his wife in his plane and leave. I sure hope the cult doesn't get to him first. I think I left the oven on! Mit orrövesz? Hülye vagy? Frászt hozod rám. Ez tök jó. 1000 kilométeres távra lévő. De ne ordibálj, te barom! Hát ez hülye, nem is bántottalak. Most azért, mert fegyvert fogtam rá. Ahogy tudom egyáltalán eltenni. Így. Jó, szuper. Na, hát akkor... Irány tovább előre. Keep moving forward. Ahogy Disney bácsi mondta. Ez király, kutya gyűjti nekünk a muníciót. De ez mondjuk marha jól jön tényleg, szóval full, tehát ez kb. Az egyik ilyen garantált társ. Iszonyat hasznos, bejelöli a közeli célpontokat, hogy észreveszi, összeszedi a lootot. Nem is kell semmit csinálni, tulajdonképpen meghalunk, akkor gyógyító pofánnyalása van. Tényleg egyébként nem pontosan értem, hogy mit csinált, belevágott az arcomba egy ilyen... Mit szoktak? Adrenalin injekció, vagy nem? Most nem tudom, hirtelen. Na, hát ez egy kellemes kis település. Nézzük, hogy mennyire tudunk lezuhanni. Legutoljára azt hiszem a kutyú bejön. Gyere kutyú, ugorj be. Jaj, ne hagyjuk itt. Hú, már most mi van? Egy belen indul. Gyere már kutya. Ő nem mer beszállni. Gyere! Most valamit megnyomtam. Hogy lehet például leszállni. Ja, hogy nincs beállítva a billentyűzet. Az király, ilyen kérdőjelek voltak. Helikopter. Nincs beállítva.
Királyság? Miért is lenne beállítva? És akkor most mi történik? Elfelejti a másikat, amire kontroll volt nyomva? Nem. Jó, igen, mert ugye megcseréltem a... Ez a hasfájása. Jó, szerintem ezt visszacserélem, mert ez nagyon nehezére esik most szegénynek. Hogy tudom visszaállítani? Ezzel. Mert nagyon befájt szegénynek, hogy ugye kicseréltem a lopakodást a célról a kontrollra, és nem a medikitet hagytam, és akkor így eldobálta az összes olyat, amin kontroll volt. Tehát akkor így a helikopter ugye... Jaj, de jó! És akkor ennek így mi értelme, hogy space meg C? Na jó, mindegy. Majd megszokjuk. Ez így ráadásul pont fordítva. Ez nagyon bajból van kitalálva. Nem pontosan értem tényleg, amikor ezeket így kiosztják, ezeket a gomb kombinációkat, hogy miért úgy. De ez elég ratyi. Én tényleg azt gondolom, hogy a régiben jobb volt. Egyelőre az ilyen járműkezelés, az nekem nagyon nem jön be ebbe a részbe. Sokkal-sokkal hitelesebb volt a 3-asban meg a 4-esben. Nem tudom, mi történt, de ezt nagyon elcseszték. Eleve a látószögöm tök kicsi szar. Nagyon mindig leszállunk. Ezzel csak lelövetem magam egyelőre. De jó hangja van. Neki parkoltunk az oszlopnak. Szóval ratyi. Tehát egyelőre a járművek azok nem tetszenek, nagyon nem. Itt van valami? Ja, van, mi van itt? Egy újság? Hát ez tök jó. Megmutatta a halnak a helyét. Ezek gondolom szintén ilyen achievementes cuccok. Itt is ez megy a tévébe. Mindenhol ilyen agymosó műsor megy. Hol a baseball ütöm? Volt nekem egy frankó kis baseball ütöm. Mi is a Kua? Kua Weaponville? Na, ez kell nekünk. Na, jó, helyes. Reméltem, hogy a tereptárgya kicsit... hát ez... mondjuk azért elég furcsán. Furcsán húzunk bele egy pixelcsíkot abba a tárgyba, ami épp ott van. Na, merre menjünk? Mi legyen a következő? Erre lefelé? Elvileg? Ez kéne azt hiszem, de ez egy kicsit ilyen combosabbnak tűnt. Na mindegy. Bátrak vagyunk. Mennyire veszem van? 4. Hű, de komoly. Megint észrevett valamit ez? Ez állandóan észrevesz valamit ez a kutya. Na fussunk, csak 500 méter a cél. Korábbi részben kifejezetten szerettem ezeket a jármű használatokat, de itt szerintem nem fogom szeretni, mert tök bének. Meg mondjuk egyelőre nem szeretném magamra felhívni a figyelmet se. Egy kis ratyi vagyok, aztán így el tudok osongatni, de úgy meg csak kinyírnak. Ezzel mondjuk az lesz a jó, hogy a kutya remélem az ilyen medvét is, meg a egyéb csúnyákat is előre jelzi, mert tegnap azért csúnyán arcba kaptam egy medvét. Mit találtál megint, Boomer? Ezért nem foglak ám állandóan téged követni. Ez nagyon komolytalan ez a pisztoly, amivel itt nyomulok. Na, megint kit vettél észre. De leginkább hol? Hát jó, ez egy darabig egyébként poén, hogy így megtalál célpontokat, csak amikor már 10 másodpercenként... Most megint mi van? 10 másodpercenként találunk meg célpontokat, de ilyen... cirka láthatatlan célpontokat, az elég bosszantó. Kit vettél észre most tényleg? Ott van valami? Őzek, aha. Úristen, meg valami gépfegyveres állat. Most mi legyen megint? Vadásszunk őzre kutyával? Vadásszunk. Kapd el, Szergej. Jujj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 
kifárasztjuk. Csak a lövések azok nem annyira szerencsések. Pakker! Nem vagyok itt. Nem engem kerestek, ugye? Kutya, gyere vissza hozzám! Észrevettek?
Nem igazán tudom eldönteni. Ott a hang nyomára mentek. Aha, most keresnek nagyon. Keressetek, csak nyomik. Aha. Ez egyelőre elég para ez a játék. Olyan kis gyopár vagyok, hogy igazából zömében csak menekülni tudok. Hát odáig nem tudok eljönni, szinte biztos. Basszus kulcs! Hát ezek nem normálisak. A kutya, most már megindulhat szerintem. Ennek a távolabbit szed le, jó létszi, mert a közelebbit még talán le tudom lőni. Az autó az majdnem elütött. Most már van, meddig itt ember, ha még most sincs, az csúnya lesz. Most már van. Jaj, szegény kutya. Rohadékak. Szegény kutya mutya. Nyalogatott sebe idet, és ez magától begyógyul ez a kutya, nem kell neki meddig itt. Hát ez elég király. No, de ez elég frankó volt, hogy ez a srác majdnem átment rajtam hátulról a bokorból. Meg vannak ezek húzatva teljesen. Hol vagytok még? Ott egy kvad a fa mögött. Egy marha a bokorba. De még itt is volt egy valahol. Kutyus, hol van, akit leszettél? Ez valami ilyen villódzó fénnyel, miért nem jelölik? Hogy már lootoltad nekem, akkor jó fej. De mondjuk ez így kemény, tehát hogy így bárhol, bármikor ilyen módon így beatakolnak. Ez azért nem volt olyan egyszerű. Jó, persze nyilván, ha később ilyen izmosabb leszek, akkor ez már nem lesz annyira gáz, de most még nagyon nyomi vagyok. És addig elég gáz. Na, kutya megint bejelöl valamit. Ó, Istenem, most meg a kontrollt nyomogatom, hogy legugoljak. Mit jelölték, kutyi? Megint izé van? Állatvilág. Ne rohanj ki az útra, mert elút az autó. Na, gyere, itt átmegyünk. Titokba. Dynamite full. Tele vagyunk dinamittal, csak jó lenne néha használni. Ja, de gondolom azért vagyok tele dinamittal, mert kb. 3-at tudok vinni összesen. Olyan hülye hangok vannak néha, hogy fogalmam nincs, hogy melyik hang mit jelent. De mindegy, most erre jövünk, már csak 270 méter. Kutya, ne menj el arra. Találtál ott valami okosságot? De szerintem messze lesz. Most se tudom, mit jelöl. Ne menjél, jó? Tartsál velem. Na, azért jól néz ki a játék. Na, ott van izé. Vadállomány ismét. Menjünk, vadásszunk. Ezekért elég jó pénzt ad egyébként. Azt hiszem 300 arany, vagy arany, nem arany, itt dollár van. 300 dollár volt egy szarvas prém. Ez nem olyan rossz, főleg azért, hogy egyetlen töltényt se kell lőnöm, hanem kutya leszedi nekem, ez így elég korrekt jutalom. Ez nagyon megéri. És ugye így még magunkra fel se hívjuk a figyelmet, mert még hogyha más segéddel mennék, mondjuk ezzel a fickóval, és azt mondanám, hogy lője le, az a hülye elkezd lövöldözni, azzal lebukunk, de a kutya az így csendbe leaprikálja nekünk a vadállományt, ez tök poén. Még ilyen kacsák szoktak röpködni, ja, meg volt, hogy megtámadott egy pulyka. Mi van, kutya? Mi van? Mi van? Találtál valamit? Vigyem az uzádat. Akkor ást ki. Ha találtál valamit. Mert én béna vagyok és nem találom meg. Na, 270 méter, odáig már... Júj, ott van valami atak. Azok is engem keresnek, de ne keressen engem mindenki. Honnan tudják egyet, hogy itt vagyok? Leadta a drótot, ott is tele van szarvassal. Ez tök jó, csomó szarvasbőrt begyűjtünk. Ki van közelebb? Na hát ezeket szépen eladjuk jó pénzért.
ügyes kutyesz. Szép volt. Na jó van, hát szerintem itt vadászgatok egy kicsit, és akkor majd onnan folytatjuk.